Csodás álom, legszebb álom a életemnek. Emlékszel? Volt a
szala, az oly tiszta dolog. És csak bármilyen férfi halál, te vagy Istenem citrófán. Az ilyen férfiak lopban titkán, ha vagy esetleg ilyen több nincs, aki érti e szép könnyelmű élet titkán, becsülendő kincs. Bizony. Együtt, ha tudják. Oh,
Január 1-jénként Johann Strauss újévi koncertjét Bécsből a televízióban. A legszebb koncertteremből, a Burgból, a legjobb szimfonikus zenekarral, a bécsi filharmonikusokkal, gyönyörű holland és olasz virágcsokrok közepette 2 milliárd ember nézheti és hallgathatja Johann Strauss-t. Hát kérem, valahogy így kéne nekünk megbecsülnünk Kálmán Imrét és Lehár Ferencet. Legalább olyan szintű zeneszerző, ha nem jobbak. Maga Puccini írta, hogy Lehár Ferenc mosolyországának egy baja van, hogy nem én írtam. Így elismerte. És akkor szép hazánkban fölnőtt 2 generáció lassan három. Nem is ismerik ifjú embereink ezt a gyönyörű világot. Nem ők tehetnek róla, a média. A Magyar Rádió Televízió 25 éven keresztül nem ezt a fajta zenét közvetítette, hanem egy egészen másfajta zenét, ezt. Ezt is sokszor angol nyelven kérdezem én önöket, mit kapott ifjúságunk ettől a zenétől? Én kérem önöket, minél több értékes, ember által szerzett és ember által játszott zenét hallgassanak. A mulatos gépzene úgy elterjedt ebben az országban, hogy ma már ifjúságunk nem is tud másra szórakozni. Nem látom a kezeket, mondják az előadók, és mindenki tapsol. Egy előadónak ki kell érdemelni azt, hogy tapsoljanak. Minden művészet lényege az érzelemkeltés. Legyen az festészet, szobrászat, szereművészet, építészet. Mindegyiknek a lényege az, hogy mit kelt az emberben, milyen érzelmeket kelt. A gépzene soha semmiféle érzelmet nem fog kelteni. Már megint sokat beszélsz, mondja a párom, szóljon inkább a zene. Úgy állítottuk össze műsorokat, hogy mindenki kapjon egy kicsit a saját műfajából. Ezért most fogadjanak tőlünk szeretettel egy nagyon aranyos népdalcsokrot. Ha ismerik a dalokat, énekeljék velünk. Karmester úr, zene! Mert nem én a Kínában sem, a hén a hitrázán, mert amikor a szívemre a rómádat rázán, magamat nem húzatom, szívemet se szúzatom. Csak a cigánytózatot.
Yeah.
köszönjük a kényeknek a gyönyörűből. Köszönjük szépen, és azt, hogy itt lehetünk. További gyönyörű napsit és a szép napot megkívánunk a napot. Viszontlátásra. Ilyen közönségre állapodik minden előadó. Gyerünk, viszontlátásra. Lila akácok, minek a szív, ha úgy vár. Lila akácok,
Mi a szép, a szépen, a kossa sárga a lába, a kormány lába.